No tehát akkor, ha az előbb megbeszéltük, akkor most jöhet a megoldás. Írja a képernyőre, hogy a busz végállomást megelőző utolsó megállónál hányszor szálltak le és fel, és abba egyeztünk, hogy fogjuk magunkat, és egyszerűen a hatos feladat miatt kiválogatjuk az összes megállót. Tehát print, mert ugye itt majd úgy is ki kell írnunk valamit, tehát print, na, hát megint mellé nyúlkálok a billentyűknek, ezt el is teszem a kezembe, mert erre már nincs szükségem. Tehát ötödik feladat, és akkor abba egyeztünk, hogy első lépésként a megállókat fogjuk kiválogatni. Megállók, tehát lesz egy üres listánk. Ebbe csak a kilométerek lesznek benne. És ugye nagyon szépen bejárjuk. Jó, akkor legyen jegy, in jegyek, kettős pont, és azt mondtuk, hogy ha, aha, if az aktuális jegy felszállási kilométere véletlenül nothing, nincs benne a megállók listában, akkor tegyük bele. Ugyanakkor ezt megismételjük, mert nem csak felszállók, hanem leszállók is vannak. Tehát előfordulhat, hogy nincs felszálló egy adott megállónál, de leszálló van, tehát mindenféleképpen külön kell vizsgálni. És azért nem tudjuk egy hafüggvénnyel megvizsgálni a kettőt, mert nem tudod, hogy az jegyet, tehát a felszállást vagy a leszállás miatt engedted be a hafüggvény belsejébe vagy magjába az adatot. Tehát külön-külön megvizsgáljuk. Tehát akkor növeljük, hogyha ez. Nézzétek meg, hogy fél pillanat alatt gyakorlatilag összeraktuk a megállók sorát, csak hogy nem egészen van sorban. Mert azt látod, hogy például valahol itt a végén volt felszállónk, vagy közepétáján volt felszállónk. De az biztos, hogy ezek mind különböző számok, így tuti, hogy ezek azok a kilométerek, ahol vannak. Hát most akkor egy nagyon egyszerű dolog jön. Először csak kiírásnál mondom azt, hogy sort, aztán majd törlöm a printet. Tehát így rendezünk egyszerű listákat sorba. Tehát non. Ne. Nem így rendezünk? Szerintem így rendezünk. Pillanat. Azt mondta nekem, hogy non, na azért. Jó, tehát ott a printnél nem volt hajlandó ezt a dolgot valamiért megtenni, tehát külön kellett azt mondanom, hogy a megállók sort rendezd, és utána kiírni a megállók új. Nézd meg, 06, 12, blablabla, és 165 kilométernél van az utolsó előtti megálló, tehát ez azt jelenti, hogyha ki se írom, akkor is azt tudom mondani, és most már megint ütök egy pár darab entert, hogy feljebb kerüljön, itt a bal alsó sarokba irkáljak. Azt mondja, hogy print, mert az a kérdés, hogy hány fel- és leszálló volt, tehát meg kell számolnom, ja tényleg meg kell számolnom, akkor lefel, először nulla, aztán pedig nézzük meg, járjuk be a jegyeket, for jegy, in jegyek, kettős pont, és if a lefelt kell majd növelnünk akkor, ha az éppen aktuális jegy felszállója,
ugye itt a felszálló, ja, pontosan egyenlő a jegyek utolsó előtti értékének. Ja nem, buta vagyok, mert a megállók utolsó előtti értékének, tehát megállók utolsó előtti értékével, tehát hogyha az éppen aktuális jegy felszállója éppen annál a kilométernél van, akkor ott szállt föl, vagy ugye ugyanez Pepitában, mert le- és felszállókat kell megszámolnom, tehát hogyha a leszálló van ennél a megállónál, tehát az utolsó előttinél, akkor a lefel növeljük egyel. Na most már tényleg ki tudjuk írni azt, hogy print az utolsó megálló százalék D kilométernél százalék külön kell, külön kellett volna a le- és felszállókat? Na mindegy. Akkor viszont nem jó. Csak így elgondolkoztam rajta, hogy le- és felszálló, hát hányan szálltak le és fel, tehát akkor ezt lehet, hogy külön-külön kellett volna. Na puf neki. Akkor kilométernél azt mondja, hogy százalék D szálltak le, és százalék D szálltak. A rogozással problémánk van, vagy legalábbis nekem. Tegyünk ide mögé egy ilyen kötőjel N, és akkor ez így szép magyarul lesz, csak akkor ez így nem jó, hanem ezt kifogom innen Ctrl X, és akkor nem lefel, hanem ah, nézzétek csak! Le egyenlő, fel egyenlő nulla. Vagy le vesző nulla, ez így biztosan működik. Tehát mind a kettőt nullával tettem egyenlővé a Pythonban. És azt mondja, hogy itt akkor a felszállókat számolom meg, ugye az egyesnél. És itt pedig if Ctrl V a leszállókat számolom meg, hogyha azzal egyenlő, mert a kettesben van a felszálló. Jó, csak szétvettem, mert most úgy valamiért a le és fel szövegértési problémám van. Ötös, tehát százalék D, ez azért százalék D, mert elfelejtettem ide százalék jelet írni. Három darab százalék D van, tehát rendre ezeket mind ki kell írnom. Az egyik az, hogy megállók mínusz 2, ugye ez a kilométer, mert az utolsó a 172, az utolsó előtti a 165, és azt mondja, hogy szálltak le, és szálltak fel. Ctrl S, F5. Na, 165 kilométer, 5-en szálltak le, és 2-en szálltak fel. Na, hát akkor ez működött. Tekintsük át még egyszer, hogy mit is csináltunk. Tehát csináltunk először egy kiválogatást, tételt, és rendeztük is a kiválogatottak. Úgy válogattuk ki, hogy fogtunk egy üres kilométersort, és hogyha találtunk egy olyan kilométer adatot, amelyik nincs benne a megállókba, akkor beletettük. Itt külön kellett megnéznünk a felszállókat, illetve külön kellett megnéznünk a leszállókat. Utána pedig meg kellett egyszerűen számolnunk, hogy hányszor szerepelt igazából
az az adott utolsó előtti kilométer a jegyek listában, ezt is külön kellett megnéznünk, hogyha a felszállók között szerepelt, akkor ez, ha a leszállók között, akkor pedig ezt növeltük. És mindenünk megvan akkor most már. Jó, köszönöm a figyelmet, nézzük a következő feladatot.